Érdekes, a 2018-2019-es U13-as lány kézilabda gyermekbajnokság Csiszár László elnevezésű régiós csoportjának csapat összetétele. Abban, amelyikben a Tolna éppen van, szerepel két nagy csapat, ismert szakosztály a Dunaújváros és az Albafehérvárhoz tartozó U13-as korosztályú együttes, és besorolást kapott az igazán kis klubok képviseletében a Bakony-Csernye és a Komárom együttese is. Itt játszik a Tamási, ehhez a korosztályhoz tartozó U13-as csapata is. Úgy zajlik egyébként a bajnokság, hogy egy-egy hónapban mindig más a házigazda, torna rendező klub, az elmúlt hétvégén Tolna volt a helyszín. 13 éves korosztályig nincs eredmény, tehát nincs az, hogy melyik csapat győzött, melyik kihány goldobot, tehát itt próbálnak a szervezők is fókuszálni a játékra, és nem az eredményességre, és igazándiból azok a csapatok, akik annak idején elkezdték 8-9-be, azoknak a 80% a gyerek megmaradt, tehát itt Tolnán azért nem lehet ilyen egy korosztályba 20 gyereket edzeni, meg is összerakni sajnos. Alulról hoznak fel a tolnaiak korosztályokat ezúttal is, hogy összeálljon egy konkrét korosztályos csapat, így az U13-as. Szerencsére van honnét meríteni. Fele a játékosoknak U13-as, fele pedig U12-es gyerek. Mindjárt az első meccsen sikerélmény könyvelhettek el a hazaiak, noha nem nyertek. A Dunaújváros első csapatától 2 fával kaptunk ki, nagyon jó volt a védekezésünk, nagyon örültem a játéknak, voltak a támadásban is nagyon szép megoldások, úgyhogy van remény, és igen, és dolgozunk tovább. Az Albafehérvár vidéki szekciójához tartozó együttes persze játékos hiánnyal egyáltalán nem küzd. Ők megengedhették maguknak azt, hogy több legyen a csapatukban a 12 éves, mint a 13. Nagy része a csapatomnak U12-es korosztályú, egy pár lánya kiegészít, akik U13-as korúak. Tehát gyakorlatilag nekünk a kisebb korosztály épül az egész rendszerünk. Tehát előnyük az a kicsiknek, hogy játszanak följebb is, és a saját korosztályokba is. Tehát bőven van mérkőzés lehetőségük, és ezzel meccsbe tudnak lenni a gyerekek. A nagyobbak meg nyilván tudnak fejlődni, azt kell mondjam, sokszor a kicsit tudnak tanulni is, mert ők a kisebb korosztály, akit említettem, a 12-es korosztályom, ő már több éve együtt dolgozik. A nagyobbak pedig egy éve vagyok velük, egy éve foglalkozok velük, és ők kicsit olyan mostó körülmények között tudtak dolgozni az elmúlt években. Értékmérő a 12 évesnek, hogy mit tud a 13 évesek között? Tehát kíváncsian várod ilyen szempontból is, hogy egy évvel idősebbek el? Mindenképpen értékmérő. Általában tapasztalat az, hogy az egy év azért nagyon sokat számít, tehát fizikálisan testtelen kontaktban azért megjelenkeznek a különbségek, de nagyon sok esetben viszont jó hatása van rájuk, mert edződnek a kicsit a nagyobb falathoz, nagyobb lányokkal való ütközéshez hozzászoknak. Nem számít a konkrét eredmény, de azért mégis gyerekekről van szó, felettébb fontos tud lenni. Például az, hogy a fehér szerelésben játszó tamási kézisek 14-14-es döntetlenre hozták a meccset a székesfehérváriakkal, ez mindenképpen nagy motiváció a gyerekek és a felkészítő tanárok számára is. Ahogy Vigné Gál Zsuzsa is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a nagy Dunaújváros ellen csak 2 góllal vesztettek, és nyíltá tudták tenni a gyerekek az egész meccset. A Komárom csapatát egyébként 5 gól különbséggel győzték le a tolnamezsi kézilabdás palánták. Nagyon remélem, hogy lesznek szoros mérkőzéseink, és hát ez így a jövőre nézve egész jó kilátások. Arra, hogy jövőre az U14-ben is legyen egy masszív csapata Tolnának, a Tolna KC Egyesületnek, amelyből már az ifi csapat is építkezhet a közeljövőben.